Tisztelt fehérváriak! Minden nemzedék életében eljön egy történelmi kihívás. A kihívás, ami megtöri a boldog békeidők fejlődését, a napi rutinokat és próbára tesz bennünket. Ezt a kihívást számunkra most a koronavírus járvány hozta el. Váratlanul tört ránk, amikor már elhittük, hogy az ilyen kihívásokat már csak 1000 éves történelmünk lezárt fejezetei között találhatjuk meg. Egy olyan időszakban érkezett, amikor az egyén nagyobb szabadságot élvez, mint valaha, és az életünket soha nem látott mértékben segíti a gazdaság, a technológia és a társadalmi intézményrendszer. A koronavírus, ez a parányi láthatatlan ellenség azonban könnyűszerrel lerombolta a társadalmunk, korábban rendíthetetlennek hitt védőbástyáit, és most farkasszemet néz velünk, mind globálisan, mind itt az otthonunkban, Székesfehérváron. Az elmúlt évek biztonságérzeteit nem könnyű feladni. Nem könnyű elfogadni, hogy félre kell tegyük a kényelmet és a természetes életmódunkat. De ne legyenek illúzióink. Ezt most meg kell tennünk. Mert ha kizárólag a megszokott intézményekre, reflexekre támaszkodunk, ezektől várva a helyzet megoldását, akkor más városokhoz, Wuhanhoz, Bergamohoz, New Yorkhoz hasonlóan minket is térdre fog kényszeríteni ez a betegség. Ezt pedig nem engedhetjük meg. Tisztelt fehérváriak! Mindig hangsúlyozom, hogy egy városban, ami a mi közös otthonunk, soha nem azt kell keresni, ami szétválaszt bennünket, hanem mindig azt érdemes megtalálni, ami összeköt. Most különösen aktuális ez a gondolat. Most különösképpen félre kell tenni a felesleges vitákat. A pártpolitikai küzdelmek a széthúzás helyett az összekapaszkodás ideje jött el. Látnunk kell, hogy a koronavírus legyőzéséhez a leghatékonyabb és legerősebb fegyver a mi kezünkben van. A kezünkben egyénenként és közösségként is, hiszen ez a fegyver az akarat. Az egyén akarata arra, hogy fegyelmezetten betartsa az előírásokat, gondoskodjon szeretteiről és mindenek előtt otthon maradjon. 100 000 fehérvári polgár közös akarata kell most, hogy összeadódjon egyetlen közös erőfeszítéssé, mert csak ezzel arathatunk győzelmet a koronavírus felett. Ennek a 100 000-es csapatnak a közös akarata fog minket átsegíteni, nem csak a járvány időszakán, hanem a nyomában keletkező társadalmi és gazdasági viharokon is. Szent István városa 1000 éve bizonyítja, hogy nem létezik olyan krízis, amiből ne tudna polgárai összefogásával talpra állni. Bizonyítani fogjuk ezt most is. Az önkormányzat az összes tőle telhető segítséget és támogatást megadja ahhoz, hogy minden fehérvári polgár felkészülten, szervezetten, Fehérvár teljes erejét maga mögött tudva helyt tudjon állni a közös erőfeszítésben. Biztosítottak a védekezés személyi, szervezeti és anyagi feltételei is. Dolgozunk rajta, hogy hamarosan újabb szociális, valamint gazdaságvédelmi intézkedéseket jelenthessünk be. Erőnkhöz mérten segíteni fogunk minden arra rászorulót, védve a fehérvári családokat, a fehérvári munkahelyeket. Kedves fehérváriak! Büszkeséggel tölt el, ahogy városunk közössége eddig vette az akadályokat, helytállva a járvány első heteiben. Fantasztikus érezni és látni az összefogás csodálatos példáit, egymás segítését, a másikra való odafigyelést, a járvány elleni védekezés hőseinek morális és anyagi támogatását. Azonban most, amikor a koronavírus megyénket, városunkat is ostromolja, és elkezdődik ennek a harcnak a talán legnehezebb időszaka, most kell igazán megedzeni egyéni és így közös akaratunkat. Ezekben az időkben újra felértékelődik, ami igazán fontos az életben. A családunk, a szeretteink, a barátaink, az ismerőseink, az emberi érzelmek és kapcsolatok. Kérem, hogy tartsuk be a szabályokat. Kérem, hogy figyeljünk egymásra. Kérem, segítsük, támogassuk egymást. Kedves fehérvári polgártársaim, nagy péntek van, a nap, amikor a keresztény világ Jézus szenvedésére emlékezik. A szenvedésre a mélypontra gondol, de teszi ezt minden évben a húsvéti öröm elérésének reményében. Hiszem, hogy a feltámadás ünnepének idén, ebben a rendkívüli helyzetben még fontosabb az üzenete. Miszerint az örök megújulás győzedelmeskedik majd. Ezekben a napokban erőt kell gyűjtsünk a következő hetek, hónapok
évek küzdelmeihez. A különleges idők különleges imát kívánnak. Add, Uram, hogy áldás legyek másoknak. Amit a következő időszakban teszünk, ahogyan a járvány ellen küzdünk, ugyan nem vágytunk rá, de mindenképp bekerül városunk történelem könyveibe. Ennek a fejezetnek a megírása azonban nem kevesek kiváltsága lesz. Mindannyiunknak egyéni és közösségi felelőssége is van abban, hogy átvészeljük a koronavírus pusztítását, és talpra álljunk az elvonulta után. Székesfehérvár polgármestereként számítok önökre. Számítok minden fehérvárira. Közösen, százezren, egy csapatban. Áldott húsvétot kívánok. Vigyázzunk egymásra.